Folytatódhat a Marosvásárhelyt elkerülő út építése. A Jeddi Egyesület pert vesztett a kormány ellen, így hamarosan ismét felbúgnak a munkagépek a Marosvásárhely környéki mezőkön. A Jeddi Egyesület azért követelte a Marosvásárhely közel 12 kilométeres terelő útjának a megépítésére vonatkozó határozat visszavonását, mert a nyomvonal érintette több lakótelkét is. Az út szerintük túl közel lesz a lakóházakhoz, és a tervben nem szerepel hangszigetelő panuk felállítása sem. A bíróság azonban elutasította a keresetet. Az útépítés felfüggesztését alapfokon elutasította a bíróság, így mától már neki is lehet látni a kivitelezési munkálatok folytatásának. Felvesszük a kapcsolatot az útépítővel, hogy lássuk, mikor nyitják meg újra az építőtelepet. Eddig a munkálatok alig 10%-ával vannak kész, de a tervek szerint még idén befejezik az útépítést. A terelőút munkatelepét 2014. októberében avatták fel hivatalosan, az ünnepségen részt vett Viktor Ponta akkori kormányfő is, azóta azonban a munkálatok meglehetősen lassú ütemben haladtak. Jett település közelében alig néhány kilométeren dolgoztak a munkagépek. A munkálatokat régészeti leletek és kisajátítások is késleltették. A tavalyi év végén a szállításügyi minisztérium úgy döntött, nem finanszírozza tovább a kivitelezést. A terelőút Koronkát és Nagyernyét, azaz az E60-as európai utat a 15-ös számú országúttal kötni össze. A projektnek egyébként már az indulása is nehézkes volt, az Országos Útügyi Hatóság nem foglalta bele az eredeti tervbe a kisajátításokat. A Szállításügyi Minisztérium bejelentette, nem finanszírozza a kivitelezést, a megyei önkormányzat ezért uniós források felhasználásával vág neki a kivitelezésnek.